Hangzó Miskolc, 17. rész Ebben a részben a hősök terének leírását hallhatják. A hősök tere a belvárosban található. A barokk és klasszicista épületekkel körbevett tér a Széchenyi úttól és a villanyrendőr kereszteződéstől északra, a Kazinci és a Déliné utca között terül el. A teret északon a Nagy Boldogasszony templom és Minorita rendház, valamint a Földes Ferenc gimnázium épülete, keleten a postapalota, délen a zsinagóga, nyugaton a Miskolci szakképzési centrum, Berzevici Gergely szakképzési technikum és az államkincstár épülete határolja. Az ezredforduló után a nagyszabású munkálatok során felújított teret 2007. június 8-án adták át. Területét növényszigetek tarkítják, és a padokkal kialakított pihenőrészek mellett egy kaszkád, azaz lépcsős vízesés is helyet kapott. A tér alatt még arás került kialakításra. A tér elnevezéséhez hűen a régebben itt álló szovjet emlékműhelyén ma Szanyi Péter szobrászművész alkotása az elesett hősök emlékműve látható. A térkővel borított téglalap alakú hősök tere rövidebb, északi oldalán, a földes Ferenc gimnázium előtti részen egy több bágú szökőkút, míg a templom előtt egy egysugarú kisebb szökőkút kapott helyet. A szökőkutak medencéjének vizét egy széles csatornában vezették el, mely vizesárokként keretezi a térnek a templom előtti részén kialakított hatalmas, négyszög alakú, faburkolattal borított területét. Ide három, az árok felett átvezető, korlát nélküli fapallón keresztül lehet átjutni. A kis fahidak a terület északi, nyugati és keleti oldalainak közepén találhatók. A víz a vizesárokba és a szökőkutak felé a tér közepéről egy lejtősen kialakított csobogóból érkezik. A csobogó tölcsér alakja a szűkülő vége felé lejt, belső felszíne kékre festett. A kék felületet kidomborodó, mandula formájú aranyszínű kavicsok díszítik, melyek között bukdácsolva csörgedezik a víz az árok felé. A nagyszökők uttól jobbra, a tér Kazinci utca felőli szélén egy kis fasor vezet a gimnázium irányába, mely a testvérvárosi fasor nevet kapta. A fasort 2007. szeptember 14-én telepítették, melyről egy kőre helyezett táblácska tudósít. A testvérvárosoknak ültetett fák előtt szintén kis táblákon olvashatjuk a város nevét, Miskolctól való távolságát, valamint a testvérvárosi kapcsolat kezdetének dátumát. A szökőkút mellett a tér sarkában és vele szemben az északnyugati sarokban is egy-egy a mégarásba vezető üvegtetővel fedett lépcsősort építettek, de az autóparkolóba a Berzevici szakgimnázium előtt található lépcsőkön is lemehetünk. A garázs tér alávezető az autók számára kiépített alagútszerű bejáratát a délkeleti sarokban alakították ki. A Kazinci utca melletti oldalon a fedett lépcsősor és az autó lejárat között fákkal, pokrokkal beültetett, padokkal ellátott növénysziget terül el. A garázs alagút tetejét a tér felszínén szintén növények borítják. A tér zsinagóga felőli oldalán a garázsba vezető autólejáró mellett helyezkedik el a kaszkád. A lépcsős vízesés három egymás felett elhelyezett medencéjét egy sötét szürke burkolattal ellátott hátfal tartja. A fal magassága két és fél méter, a kaszkád teljes szélessége nagyjából 10 méter. A fehér kőből készült ötszögletű medencék mérete felülről lefelé egyre nagyobb, ez teszi lehetővé a lépcsőzetes kialakítást. Így működés közben a felső, legkisebb medencéből elinduló víz lefelé folyva először a középső, majd az alsó, végül innen a járószintnél alacsonyabban fekvő, szintén ötoldalú nagyobb medencébe érve egy egységes vízfüggöny benyomását kelti. A tér Dériné utca felüli oldalánál áll Szanyi Péter szobrászművész impozáns szoborcsoportja, mely a XX. század harcban elesett hőseinek állít emléket. A 2003-ban felavatott elesett hősök emlékművét három oldalról zöld területek veszik körbe. A monumentális alkotás 6 méter magas, alapja 10x11 méter. Az ötalakos szoborcsoport főfrontja a tér közepe felé néz. A szimbolikus alakokat megjelenítő bronzszobrok egy vörös gránit borítású, hatalmas csonkapiramis alakú talapzaton állnak. A fénylőn sima granit piramis felső része egy négy fokból álló lépcsősorban végződik. A tetején négy ruhátlan férfi alak egy koporsót visz a vállán. koporsó elejét is ketten, és a hátulját is ketten tartják. A koporsó fedéről egy drapéria sarkalóg le elől a bal, és hátul a jobb oldalon. A koporsó négy oldalára a szózat első mondatát vésték fel nagy nyomtatott betűkkel. A felén közeledő menet baloldalán elől egy fiatal, életerős férfi alak áll, aki a balvállán tartja a koporsót, melyet a bal kezével támaszt meg. Leengedett jobb kezében egy lobogót tart maga előtt, a zászló rúdja a ballába irányába lefelé mutat. A zászlóanyaga a lépcsőre omlik, közepén egy hatalmas lyuk tátong. Az ifjú szálegyenes tartással áll, fejét jobb válla felé fordítja, tekintetével a távolba néz. Mellette a másik oldalon egy középkorú férfi áll. Mindkét csuklója bilincsbeverve, a bilincskarikákról egy-egy lánc lóg lefelé. A jobb vállán tartja a jobb kezével megtámasztott koporsó elejét. Bal lábát behajlítva áll, testével kisé a hajlított lába felé fordul. Fejét az arca elé felemelt balkarja felé fordítja, mintha a csukló bilincséről lógó, szétszakított láncot szemlélné. Mögötte egy bajuszos parasztembert ábrázoló középkorú férfi tartja jobb vállán a koporsó hátulját, melyet egyenesen előre nyújtott balkarjával tart meg. Hát a hajlott, melkasa kisé beesett. Tekintetét a földre szegezi. Leengedett jobb kezében vízszintesen maga előtt egy az első világháborúban használt Mauser puskát tart. Az ő jobb oldalán a koporsót mindkét kezével tartó középkorú férfi áll. Alakjának egy részét a balvállán átvetett, földig leomló lepelt akarja be. Fejét enyhén a jobb válla felé bicenti, üres szemgödreivel vakon mered maga elé. A koporsót vívő alakok előtt két lépcsővel lejjebb egy hosszú ruhás női alak lépdel lefelé, ruhájának uszája a lépcsőt sepri. Hosszú, hullámos leengedett haját a vállától lefelé kendője takarja. Szemhéját félig lecsukva, tekintetét a jobb kezében tartott kegyeleti mécsesre szegezi, gyengéden óvó bal kezét védelmezőn emeli a láng elé. Az emlékmű feliratait a posztamens három oldalára vésték, a vésetek aranyfestékkel színezettek. A frontoldalon az 1956. október 23-a dátum és a Miskolcváros elesett hőseinek felirat olvasható. A piramisnak arra az oldalára, ahol a bilincsbevert kezű és a Mauser puskás alak tartja a koporsót, az 1914-től 1918-ig és alatta az 1944-től 1953-ig dátumok, az átellenes oldalra az 1941-től 1945-ig évszámok kerültek. Szanyi Péter szobrai nem csak Miskolcon, hanem országszerte több város közterén is megtalálhatók. A legismertebb talán a Pál utcai fiú kis csapatának együttese, ahol a srácok Budapesten a Práter utca egyik bérháza előtti járdán merülnek el a golyógúrító játékban. A megújult hősök tere Puskás Péter, kertervezője Dobos Klára és a formatervező iparművésze Fata György volt. Audio Fekete Csilla Tapasztalati tanácsadó Amriskó Tamás Készült a Látásmód Alapítvány megbízásából 2022-ben.